Hát üdvözlök mindenkit, Ferenc Tamásnak hívnak, a weben úgy találtok meg, hogy Csukló. 22 évvel ezelőtt ebben a múzeumban kezdődött az én történetem a tömegközlekedéssel. Édesanyukám mesélt róla, hogy gyerekkorában milyen jó volt ülni egy-egy kis földaltnak a félköríves faléces ülésén, és hogy azt hallotta 96-ban, hogy felújítottak egy ilyen kocsit, és közlekedik, vagy van valami múzeum jellegű dolog. Engem elkezdett érdekelni a dolog, és megkerestem ezt a múzeumot, ami itt van a Deák téren, és annak a milliója 96-ban, illetve az itt dolgozók nagy-nagy szeretete, egyre jobban inspirált arra, hogy ezzel a közlekedés vagy tömegközlekedés dologgal egyre jobban foglalkozzak. Ami abban testesült meg, hogy olyan hetente egyszer-kétszer azért ide tévedtem, beszélgettem az idős BKV-sokkal, akik akkor itt már múzeumőrök voltak, illetve nézegettem a járműveket, elolvastam különböző kiadványokat, különböző tablókat. Majd elkezdődött egy érdeklődés a metrók, ki föld alatti járművek felé, ennek kezdtem el utána járni. Majd teltek az évek, és elkezdtem fotózni, majd a később a BKV kötelékébe dolgozni, mint villamosvezető. Most jelenleg a BKV ZRT villamos szállítási csoportjánál dolgozok, ezt mások úgy hívják, hogy Muki, vagy Muki vezető. Hát én vagyok a Muki, aki vezeti a szürke tehermozdonyt Budapesten. Nagyon szeretem csinálni, nagyon érdekes és látványos munka. Igazi kuriózom, egy 90 éves járművel közlekedni Budapesten. Mondjuk a munkám jó része az nem csak ebből áll, hanem rendes sárga színű villamosok szállításából is telepről telepre. Hát úgy rólam körülbelül ennyit. Azt gondoltam, hogy készítek egy videoblog sorozatot, mert azt látom, hogy nincs olyan a magyar közönségnek, amit én szeretnék szánni. A terveim között az szerepel, hogy nem csak az igazi járműveket mutatom be, hanem bemutatom a modelleket is, mert én nem csak fotózom, nem csak vezetem a villamosokat, hanem picibe modellezem is, vagy legalábbis próbálok valami hasonlót készíteni. Így az a tervem, hogy a videó csatornán olyan videókat fogtok találni, ami bemutat egy-egy járművet, egy-egy vonalat, akár járművezetői szempontból, akár utas szempontból, de lehet, hogy közlekedés barát szempontból. Ez nem csak villamos, nem csak metró, ez lesz vasút is, repülő is, hajó is, tehát minden, ami a tömegközlekedés széles tárházába belefér. Én azt gondolom, hogy egy kellemesen jó tartalmat találtam ki. Terveim szerint viszonylag rendszeresen fog ez megjelenni a YouTube csatornám. Ha valaki szeretné, hogy erről ne maradjon le, és időben értesítést kapjon, az alul a feliratkozók gombra kattintson rá, és ott ezt megtalálja, és fog neki jelezni a YouTube, hogy na, megint feltöltött a Csukló egy új videót, ami mondom, nem csak az lesz, hogy egy vonalat bejárunk, és elmondjuk annak érdekességeit, nem vonal bemutató videókat tervezek, és nem jármű típus bemutatókat tervezek, bár lesz ilyen is, hanem inkább azt, amit nem látunk, hogy például a villamoson miért alszik ki a fény, vagy lassít, gyorsít egy-egy pontján a városnak, hogy mi működteti ezeket a járműveket. Tudjuk, hogy villamos motor hajtja őket, igen, de hogy az mitől és hogyan működik, vagy mondjuk modellezés terén egy-egy kiállítás, hogy nézett ki mondjuk, vagy hogy készül egy terepasztal, vagy egy jármű, tehát egy ilyen kicsit szélesebbre szabott tömegközlekedés. Mondhatnám, hogy minden az, ami a tömegközlekedés szó alá, nálam legalábbis befért a
értelmező szótárba, próbálom ezt látványosan csinálni. Nem mindig engem kell nézni, nem kell megijedni. A hangomat sem mindig kell majd hallgatni, mert lehet, hogy egy kép elmond mindent, de én úgy gondolom, hogy a tartalom, amit szánok erre a csatornára, az látványos lesz, és olyan dolgokat is elmondok, amit hétköznapi ember tudhat, mert nem titok, de mondjuk még nem szembesült vele, hogy mondjuk a metróban levegő működtette régen az ajtókat, most meg mondjuk villanymotor, és hogy gyakorlatilag mi ennek a haszna, vagy hátránya, előnye, hátránya. Meg fogok mutatni remélhetőleg pár járművet közelebbről is, belülről. Tervezem ugye a saját munkaeszközömet, és bemutatom ezt a villamos tehermozdonyt, majd próbálok betenni egy képet, hát ha sikerül. Azok a járművek is egy érdekes történet, hát 90 év azért nagyon hosszú idő, sok mindent megéltek. Mint mondtam, itt vagyunk a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban. Ez a hely azért alakult ki, mert 1970-ben, április 2-án a kelet-nyugati vonal őrsvezértér Deák tér szakaszát átadták, és előtte bizony a Kisföld alatti ezen a nyomvonalon közlekedett, ahol ez a múzeum most van. Ez egy vonal alagút szakasz volt, és kicsit odébb volt a megállója, és amikor a metrót építették, a metró kijáratnak kellett a hely, hogy jó csomópontot biztosítson, ezért a Kisföld alattit új nyomvonalra terelték, új árkot ástak neki, viszont a fennmaradó pár méternyi vonalalagutat később úgy alakították ki, hogy abból egy föld alatti vasúti múzeum legyen, szándékosan ez volt a terv. Szerintem nagyon jól sikerült. Különlegessége, hogy a járművek nem sinen jöttek be, hanem leeresztették őket annó. És hát én azt mondom, hogy mindenkinek érdemes megnézni, a kicsit is érdekel a 1880-tól napjainkig tartó Millami föld alatti vasút, vagy kis föld alatti, vagy egyes metró, vagy Ferenc József föld alatti vasút, ahogy ezt ide-oda nevezgették. Valaki szerint ez egy föld alatti villamos, valaki szerint metró, nézőpont kérdése. Én azt mondom, hogy a föld alatt megyünk, tehát metró is lehetne, de nem megyünk olyan mélyen, mint a 2-es, 3-as, 4-es metrók, tehát ez igazán volt csak kéregvasút. El fogom egy videóban magyarázni a kisföld alatti lényegét, mi a kéregvasút építés technológiáját és hasonlókat. Hát így előszóban ennyit szerettem volna nektek elmondani. További kellemes videózást kívánok a következő videókhoz, és ígérem, hogy próbálok rendszeres témákat találni. Sziasztok!